Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét hétfőjén, Isten igéjével, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, és az apostoli köszöntéssel. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Ezért kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti istentiszteletünkön magasztaljuk a mi Istenünket, és énekeljük a 187. dicséretet. A 187. dicséretet énekeljük, mely így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Magasztaljuk tovább a mi Istenünket, és a 232. dicséretet énekeljük. A 232. dicséretnek első három énekversét. A 232. dicséret így kezdődik: Hiszek a mennybéli egy Istenben. Minden a tó és kegyen.
Szemem a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 24. részéből, az első 12 igeversből. Így szól hozzánk Isten ígéje, a húsvéti történet Lukács evangéliumából, a 24. részből, az első 12 versből. A hét első napján pedig, kora hajnalban, elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét nekünk. Gyertek, ezért imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, Jézus Krisztus által, Urunk, hálaadással a szívünkben vagyunk előtted. Köszönjük megtartott életünket, köszönjük a tegnapi napon tőled nyert áldásokat, az ígét, melyel erősítettél, és a sákramentumot, melyel nem csak lelkünket, de testünket is tápláltad. Urunk, köszönjük hozzánk való jóságodat, szeretetedet, kegyelmedet, mely nem fogyatkozott még el. Kérünk, bocsáss meg vétkeinket, bűnös gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Bocsáss meg, ha téged vagy fele barátainkat megbántottuk. Kérünk, lelked által légy közöttünk ma is, s árazd ki ránk kegyelmedet, s hirdesd ígéret közöttünk. Áldásoddal légy velünk, Isten tiszteleti közösségünkben. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 180. dicséretet. A 180. dicséretet, mely így kezdődik: a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Oh,
Kedves testvéreim, Isten ígéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 24. részéből a 36. verstől a 49. versig. Így szól hozzánk Isten ígéje. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést, és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen. Kedves testvéreim, húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet. Ünnepeink alkalmával, sákramentumaink kiszolgáltatásánál együtt mondja a gyülekezet, a kicsik és a nagyok is az apostoli hitvallást. És hadd mondjam így, hogy a kicsik és a nagyok is, hiszen a fiaim is így a gyülekezetben járva, gyülekezettel együtt mondva tanulták meg a hitvallást. És mire a hittanórára került volna a sor, ahol tanuljuk, vagy pedig a konfirmáció órán kellett volna megtanulniuk, addigra már tudták. És a hitvallás második része, ami Jézus Krisztusról szól, részletesen taglalja Jézus Krisztus földi életét, földi életének állomásait. Mai alkalommal pedig hadd legyen mellette a húsvéti igék mellett, a húsvéti evangéliumi igék mellett most az apostoli hitvallás és a heidelbergi Káté tanítása is. Hitvallásunkban, mikor együtt mondjuk, és hiszem, hogy egy szívvel és egy lélekkel mondjuk az apostoli hitvallást, akkor elhangzik tőlünk a nagyheti események sora, mint egy eszenciálisan belesűrítve a hitvallásba. Így szoktuk mondani, szenvedett Poncirus Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. De mit is jelent ez, hogy száll alá pokrokra? Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Sokszor, hogy mit is jelent Jézus Krisztusnak a pokolra szállása, erről elfelejtkezünk. E felett, a rész felett elsiklunk. Most azonban nézzük meg, hogy mit is tanít erről, mit vallunk erről. A heidelbergi Káté így tanít a 44. kérdés feleletben. Miért teszed hozzá, alászállt a pokrokra? Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus az én Uram, kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel
amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmétől. Súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban. Nagyon vigasztalóan tanít itt bennünket a hitvallás. Kísértéseink, fájdalmaink, gyengeségeink közepette is van vigasztalásunk. Amikor gyenge vagyok, amikor betegség nehezíti életemet, ami testileg vagy lelkileg nyomorítja meg életemet, akkor is van vigasztalás számomra. Ma, ebben a helyzetben is, amikor valóban hazánkban is rohamosan nő a vírussal fertőzött betegek száma, amikor olyan sok bizonytalanság van életünkben, amikor mindenkiben ott a sok kérdés, hogy hogyan és merre tovább, akkor is van egy biztos pont, amire, akire támaszkodhatunk, ami egyensúlyban tart engem, ami erősít engem. Mi ez a pont? Ki ez a pont? Jézus Krisztus megszabadította a pokol félelmétől és gyötrelmeitől. A legnagyobb félelmemtől szabadított meg az én megváltóm. Bár sok mélységet meg kell járnunk, de ő maga is végigment ezeken a mélységeken. Hiszen nagy csütörtökön este, ott a Gecsemáné kertben maga is így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Ő átélte a kereszten is a magányt, a teljes elszakítottságot, amikor ő maga a 22. Zsoltár szavaival imádkozik: én Istenem, miért hagytál el engemet? Átélte ezt a magányt azért, hogy minket megmentsen ennek a gyötrelmétől. Már senki és semmi nem szakíthat el tőle és az ő szeretetétől, ahogyan olvassuk is a Szentírásban. Tehát nincsen olyan mélység az emberi életnek, amit maga Krisztus ne élt volna már át. Szenvedései, magánya, elhagyatottsága mélyebb és súlyosabb volt mindenki terhénél. És ő miattunk vállalta ezt. Azért, hogy kibékítse az embert az Istennel. Azért, hogy ne legyen hely, ne legyen élethelyzet, amikor egyedül vagyunk. Mert ő mellettünk áll, kínálja a közösséget kegyelmes erejével. És mindenki, aki most úgy érzi, hogy egyedül van, mindenki, aki úgy érzi, hogy nincsen segítsége, nincsen, akihoz forduljon, nincsen az, aki lelki támaszt adjon neki, az forduljon Jézus Krisztushoz, ragadja meg az ő erejét, az ő kezét, hiszen nála van a megoldás, és ő kiparancsolja számunkra a segítséget. Úgy, ahogyan azt Turmezei Erzsébet egyik versében találjuk. Az Úr kézen fogott és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. De húsvét napján, húsvét második napján térjük át az apostoli hitvallásnak azon részére, amely húsvétról szól, amely Jézus Krisztus feltámadásának hasznáról beszél. A 45. KT kérdésben így találjuk: mit használ nekünk Krisztus feltámadása? És a felelet három részre oszlik. Mi haszna Krisztus feltámadásának? Ez a kérdés azt boncolgatja, hogy milyen áldásokat és erőket nyerünk lelkileg Krisztus feltámadásából. Bár sokak számára még mindig kérdés az, hogy Jézus valóban feltámadt. De ahogyan hallottuk is az evangéliumi híradásokat,
ahogyan hallottuk is a vasárnapi istentiszteletben az ige hirdetés, igen, valóban feltámadt. Úgy akkor nekünk ez nem lehet kérdéses. De fontos, hogy ne csak tudjunk az ő feltámadásáról, ne csak elhiggyük, mint történelmi tényt, hanem lelkileg erőt és kitartást nyerjünk ezen dolgokból, az ő feltámadásából, és ennek áldásait vigyük át személyes életünkbe is. Az első haszon, amit megfogalmaz a hitvallás, így hangzik: először, hogy az ő feltámadásával a halált meggyőzte, hogy minket részeseivé tehessen az ő halálával szerzett igazságnak. Krisztus meghalt. Meghalt érettünk, hogy helyrehozza azt, amit az első ember, Ádám, elrontott. Ott az Édenkertben mindaddig, amíg a gonosszal nem állt szóba az ember, addig Isten minden este felkereste Ádámot, beszélgetett vele, közvetlen kapcsolatban voltak egymással. Azonban a bűn esetben ez a kapcsolat megbomlik. És ez az a kapcsolat, amit végre helyre állít Jézus Krisztus. Hiszen halálával, feltámadásával visszaállítja ezt a helyzetet. Lehet nekünk hozzá imádkozni, lehet nekünk közvetlenül őt kérni, ő hozzá fordulni. Bűnbocsánatot és örök életet nyújt nekünk. Ez az ő feltámadásának ajándéka számunkra. És ezt hirdeti a húsvéti sír is. És az is, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, és azt mondja nekünk is: békesség néktek. Mert ez azt jelenti, hogy Isten bocsánatát hozom, és átadom nektek. Második haszna Krisztus feltámadásának az, hogy az ő ereje minket is új életre támaszt fel. Krisztus feltámadt, életét ismét felvette, új életre támadt fel, és támaszt fel bennünket is. Elveszi a mi régi, megrontott életünket, és új élettel ajándékoz meg bennünket. Mennyivel másabb ez az élet? Addig, amíg Jézus Krisztus nélkül járjuk a mi életünket, addig önzők, magunkra figyelők vagyunk csak. Akkor azt akarjuk, hogy a saját akaratunk mindenki felett meg legyen tartva. Az az akarat legyen, érvényesüljön, amit én szeretnék. Ahogyan szokta is mondani egy kisgyermek, úgy legyen, amint én akarom. És néha még toppant is hozzá. Igen, hasonlóak vagyunk akkor még Krisztus nélküli élettel az önző kisgyermekhez. De amikor életünkben jönnek a viharok, a nehézségek, akkor nem találjuk helyünket, és van úgy, hogy összeroppanunk. De amikor Krisztussal éljük a mi életünket, akkor már nem a magunk akarata, hanem Krisztus kegyelme és szeretete csordul ki életünkön. Ő irányítja életünket szelíd és csendes módon. Mely élet ezután már szeretetet, erőt, életet sugároz. Krisztussal az életünkben tudunk tovább indulni a nehéz helyzetekben. Krisztussal az életünkben látunk lehetőségeket, és tapasztaljunk, hogy nem vagyunk egyedül. Van, akire számíthatunk, van, aki számára fontosak vagyunk, olyannyira, hogy életét adta értünk. Számomra olyan vigasztaló, amit Jézus Krisztus maga mond János evangéliumában. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És így folytatja: ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Barátai lehetünk Jézus Krisztusnak, örök, elválaszthatatlan barátságban. És közösségben vagyunk vele, azt a közösségben, ahogyan a tegnapi napon is voltunk,
amikor elhangzott, ez az én testem és ez az én vérem. Akkor Krisztus a mi lelkünket és testünket is táplálja, és erejét kínálja. A harmadik haszon pedig Krisztus feltámadásából az, hogy az ő feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak is biztos záloga. Krisztus meghalt érettünk, és az ő feltámadása nekünk is a mi feltámadásunknak záloga. Mi is ez a zálog? Amikor megszorulunk, akkor zálogházba rakhatjuk a mi értékeinket. És ezért az értékért, amit ott hagyok, valamennyi pénzt kapok. És amikor össze tudom gyűjteni az én pénzemet, akkor visszamegyek és kiválthatom az én dolgomat, az én zálogtárgyamat. A zálogtárgy tehát ellenérték, biztosíték. Ezért mondhatjuk, hogy Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak is biztos záloga. Hiszen Krisztus maga ígéri meg, hogy aki hisz ő benne, aki szívét, életét neki adja, neki adta, annak az életében Krisztusa lesz, kegyelmes megváltója lesz, és a halála után pedig magához veszi és feltámad. Nem marad a sírba zárva, nem fognak rajta a halál köterei örekké, hanem feltámad. Mi is a mennybe juthatunk és jutunk, ha Krisztust a mi szívünkbe fogadjuk. Hiszed-e ezt? Hiszed-e azt, hogy Krisztus életünk minden mélységét megjárta, és ezért mi sem vagyunk egyedül a mi mélységeinkben és magasságainkban? Hiszed-e, hogy Krisztus feltámadt, és mindazokat, akik hisznek benne, azokat is feltámasztja, és örök élettel ajándékozza meg? Hiszed-e ezt? Kérdezem most én, de legfőképpen kérdezi a megváltó tőled. Hiszed-e ezt? Gondolkozz el rajtam. Forgass szívedben, a te életedben az ő igéjét, és a választ neki add meg. Így legyen. Amen. Válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 348. dicséret harmadik versét. A 348. dicséret harmadik versét énekeljük, mert így kezdődik. Nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus által, Urunk, köszönjük tanításodat. Köszönjük fiadnak értünk vállalt áldozatát, a kereszten való szenvedést. Kérünk add, hogy szenvedéseink, életünk mélységei közepette rátekintsünk, és érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, mert a mélységben, a legnehezebb órákban, a legsúlyosabb próbák alatt is velünk vagy. Köszönjük, hogy nem maradt a halálban, és feltámasztottad őt a harmadik napon. És az ő feltámadása nekünk is, a mi életünkre nézve is áldásokat tartogat.
hiszen benned bízva megajándékozol bennünket vigasztalással és örök élettel. Kérünk, Atyánk, erősíts meg bennünk a beléd vetett hitet, s adj élő reménységet nekünk, szeretteinkre nézve is. Könyörgünk, Istenünk, betegeinkért, mindazokért, akik kórházban vannak, de azokért is, akik otthoni betegágyaikban szenvednek. Erősítsd meg őket, gyógyíts meg őket. Könyörülj, Urunk, e világon, s állítsd meg ennek a vírusnak a terjedését. Áld meg mindazokat, akik harcolnak a vírus legyőzéséért, megállításáért. Könyörgünk mindazokért, akik már betegek, s azokért, akik őket ápolják. Könyörgünk mindazokért, akik az ellenszer megtalálásán fáradoznak. Áld meg munkájukat, kegyelmeddel, szereteteddel őrizd az ő életüket. Urunk, könyörgünk a gyászoló családokért. Vigasztald, bátorítsd őket. Szereteteddel látogasd meg őket, mikor egyedül létük, szerettük fájdalma miatti hiányuk feltör szívükben. Urunk, a te kezedbe helyezzük életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, egyházunkat, világunkat. Őrizd, óvd és áld meg. Jézusért, ami megváltunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Áldott, békés, szeretetteljes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek. A Berettyó Televízió minden vasárnapi Isten tiszteletünket délelőtt 9 órától és délután 3 órától sugározza. A felvételeket addig tudjuk hétközben elkészíteni, amíg arra lehetőség van. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a Berettyó Televízió munkatársainak a felvételek készítését. Minden este 8 órakor megszólalnak templomunk haragjai, megköszönve a koronavírus járvány elleni küzdelemben résztvevőknek az erőfeszítéseit, valamint emlékezve azokra, akik a járványban életüket vesztették. A Gróf Tisza István kórház közleményét olvasom. Alig 2 nap alatt 14 millió forint gyűlt össze a PCR eszköz beszerzésére. A Gróf Tisza István kórház műszerezettségének javításáért alapítvány számlájára. Bár a szűk célt a gépárának összegyűjtését elértük, tisztelettel kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa továbbra is alapítványunkat. Hiszen ennek a műszernek a működéséhez folyamatosan meg kell vásárolni a szükséges szetteket, melyek több ezer forintba kerülnek vizsgálatonként. A vizsgálatok a betegek részére természetesen díjmentesek. Köszönjük támogatásukat! A Magyarországi Református Egyház felhívását szeretném még közvetíteni a koronavírussal kapcsolatban. Kérjük közösségeinket, hogy imádkozzanak a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért, fáradozó döntéshozókért,
a koronavírus járvány elleni küzdelemben részvevőkért. Köszönettel a Magyarországi Református Egyház elnöksége. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 357. dicséretet keressük ki, és a 357. dicséretnek énekeljük első, második és harmadik, illetve utolsó énekversét. A 357. dicséret első, második és harmadik és hetedik énekversét énekeljük. A dicséret így kezdődik: Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben.